A few moments later. Jussikám! Tessék! Csomagod jött! Kösz! Na sziasztok srácok, kezemben tartok egy Astro A10-es fejhallgatót, ezt fogjuk most megnézni, ezt fogjuk kibontani, és hát remélhetően megpróbáljuk le is tesztelni. Tulajdonképpen én imádom a fejhallgatókat, tehát imádom a jó hangzást, és az Astro egyébként az egyike azoknak a gyártóknak, akik azt gondolom, hogy megfelelő minőségben tudnak gyártani fejhallgatókat. Nyilvánvalóan ez egy gamer fejhallgató, tehát lehet arra számítani, hogy különböző hangzásokban, talán a basszusnál, hogyha jól olvastam, akkor egy kicsivel erősebb, mint a cimborái. Illetve nyilvánvalóan különböző kategóriája vannak ennek a gyártócégnek a fejhallgató fajtái között. Nyilván az ászlóhajós, ha jól tudom, akkor az az A50-es. Most egy A10-est fogunk megnézni, ami egy elég jó áron van. Egyébként még rajta is van az AC-dul, ezt még nem vettem le. Szóval a lényeg az, hogy elég jó áron van ez a gamer fejhallgató, tehát viszonylag egy elég nagy publikumot ki tud szolgálni, illetve meg tudja vásárolni, hiszen azért nem az egekig kell fizetni a forintot, hogy ezt el tud érni. Hát nem tudom, nézzük meg, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Szerintem én nem is nagyon húznám a szót kibontani, hogy pár szóban mondjuk azért még megnézhetnénk a doboz, hogy mi van rajta. PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4 és mobilra tervezve, illetve tudod használni. Van egy 3,5-es jack dugója ezzel az elején. Hátuldalán pedig különböző okosságok vannak, nyilván mire tudod használni, illetve Premium Fit and Finish, tehát nyilván egy prémium hangzást fog tudni nektek kölcsönözni, illetve hát a minősége is elég jó. Több videót láttam már, nem fogom lelőni a poént, de nagyon durva dolgokra képes egyébként maga a füles, már ha csak fogod is. Tényleg nem lövöm le a poént, mindjárt megnézzük. Bontjuk ki, aztán kíváncsi vagyok rá, mert tényleg érdekes. Hát a csomagolásáról túl sok mindent igazából nem lehet elmondani, egy tök átlagos füles csomagolása van, ami nyilvánvalóan van, kész, ki kell csomagolni, nem az a lényeg tulajdonképpen, hanem ami benne van. Viszont a belsejét én már megnéztem egy másik videóban, csak hogy azért nagyjából tudjam, hogy miről van benne szó. Ugye így néz ki, kinyitod a dobozt, ezt szerintem félre is fogom tenni, és hát igen. Azért nem rossz, nem rossz. Prémium jellege van a dolognak. Van benne szokás szerint a driver CD-t, azt mindig megkeresem egyébként benne, remélhetőleg lesz benne most is. Nem, nincsen benne driver CD, viszont van egy leírás, van rajta egy baromi nagy stopjel, tehát hogy miket ne csinálj, gondolom vele, tehát ne áztasd, ne törd szét, használd rendel, vagy úgy, ahogy azt kell, rakd a fejedre, és jó lesz. A belsejét tekintve, hát tényleg, hoppá, na, végre egy igényes csomagolás, gyerekek. Nem rossz, nem rossz. Így néz ki belülről, ki is fogjuk kapni. Ha jól tudom, akkor ez egy piros, így van. A belseje ezt különböző színekben fogod tudni megvásárolni, illetve látni. Aztán van még belőle talán kék is, bár ebben nem vagyok biztos. A kékről, de sőt, a kékben biztos vagyok, hogy azon kívül van-e más színű, a fogalmam sincsen. Viszont így első körben nem rossz. Én azt hittem, hogy ez kisebb egyéb, vagy nagyobb. Egy kicsivel, de nem rossz. Én szeretem, nekem egy ilyenem van, aminek a márkája most teljesen mindegy, csak hogy lássatok azt, hogy én nagyon-nagyon szeretem azokat a fülhallgatókat, aminek nem ilyen boomszi, tehát nem az, hogy fölteszed a fejedre, ú, de jó szigete. Fölteszed a fejedre, és így úgy áll ki belőled, mint nem tudom, valami UFO-ból, hanem hogy tényleg itt tök jó rásimul a füledre, reméljük, hogy ez is az lesz. Mindjárt megnézzük, ki kell valahogy bontani. Rengeteg funkció van ennek is, hogyha jól tudom, akkor lehet különböző opciókat beállítani, aminek alapján használod. Tehát van, nem tudom, azt hiszem 2-3 fajta beállítási lehetőség, amit nyilván nem gombnyomással, mint mondjuk az Astronak az A50-esében, hanem különböző állítási lehetőségekkel tudod használni az adott funkcióját. Illetve nyilván be tudod állítani, most akkor zenét akarsz hallgatni, akkor mondjuk több basszust teszel bele, több magas hangot, vagy ha játékra akarod használni, akkor átnyomod egy másikra, és akkor nem tudom, ott a tompa hangokat fogod egy kicsivel jobban hallani. Ugye ez a tompa hang, ezt most nagyon sokszor halljuk a gamer dolgoknál, ugyanis hát minél tompánban tudod hallani a hangokat, annál jobban mondjuk ki tudod venni esetleg mondjuk egy PUBG-ben, vagy hasonló játék, mondjuk egy Cségóban a játékokat, mondjuk a trappokat jobban meghallod például, tehát nyilván itt be lehet különböző módon állítani azt a fülest, viszont azért ez elég durva. Tehát srácok, van egy ilyen masszív jellege, egyébként műanyag a teteje, viszont ezt már elnéztem srácok, és
elnézést kérek, hogyha az nem fog összejönni tényleg, de ezt muszáj megcsinálnom, gyerekek. Tehát ezt nézd. Ezt nézd. Ez nagyon brutál. Jó, van, nem törik ketté. Ezt egy videóban láttam, hogy lehet valami ilyeneket csinálni, és ővel reklámozták, hogy igazából ez bír minden, strapabíró, tök király, és egyébként tényleg, tehát ilyet hol csinálsz meg egy fülessel? Hát mondjuk az enyémmel megcsinálnám, szerintem ez rongyát törne, és teljesen jó. Tehát ezt tényleg tudod cibálni ide-oda, remélem nem fog eltörni, de nem egyébként, barom jó, tehát ez azért nem gyenge. Nyilvánvalóan ilyeneket nem csinálsz, de mondjuk az, hogy ráülsz például, akkor föl tud venni ilyen alakzatot, és azt simán kibírja, és ez is. Nézd csak! Nem rossz a cucc. Na nézzük meg, fölveszem. Aha. Nem rossz. És visszanézem magamat, hogy közben hogy áll. Nem jön ki annyira, viszont tök jól rámegy a fülemre. Nekem alapvetően egyébként egy picivel nagyobb fülem van, mint az átlagnak, hogy jobban hallhassalak benneteket. És teljesen jól rámegy, sőt, gyakorlatilag az én fülemre ez pont jó egyébként. Igen, teljesen jól ráfekszik, viszont ami nem tudom, hogy pozitívum vagy negatívum igazából, hogy nem bőr a párnázata, hanem ez a szokásos ilyen anyag. Párnázat, vagy nem is tudom, mi van vele, mindegy, van a párna, és akkor ilyen tök jó kis anyag van körülvéve, ami egyébként azért jön, az enyém egyébként bőr, és az enyémbe elég sokszor beleizzadok, nyilván ebben nem izzadsz bele, viszont kétségtelen, hogy ez koszolódik. De tekintve az, hogy nyilvánvalóan ez felszívja azért a nedvességet, ezáltal valószínűleg tovább is fogod tudni magadon tartani, illetve a fejeden, gondolom ezért csinálták így. Nem tudom, biztos ennek is van különböző fajta, nem tudom az A50-esben egyébként, hogy bőr van-e vagy anyag, nevezzük anyagnak, mert tényleg nem tudom másképp mondani, fogalmam sincs, viszont elég jó. Tehát olyan tényleg, hogy megfogod, érzed, hogy van, baromi könnyű, és eléggé rugalmas. Szóval elég sokáig bírja. Ami nekem nagyon-nagyon tetszik, aha, hogy van benne egy katt. Tehát amikor, nem, nyilván nem kell hozzá fölvenni, de hogyha lenyomod, érzed, hogy van egy pont, ahol bekapcsol, bekikapcsol. Ezáltal tudod aktiválni a mikrofont. Milyen vag ez? Illetve fel is tudod húzni, és visszaáll és offolódik. Tehát amikor nyilván nem akarod használni, akkor csak fogod és fölhajtod, nem kell, amikor kell, lehajtod és megy. Van egy ilyen kis gombja, ezt gyorsan így megmutatom, ugye itt tudod a hangerőt állítani, ami szintén nagyon-nagyon fontos, mert nyilván nem kell emelned a Windows-ba, stb., hanem mindent le tudsz venni, de hát ez most már azért ennek most már alapnak kéne, hogy legyen. Szóval, hogy összességében ez a felhallgató nem rossz, hát akkor nézzük meg, hogy szól, teszünk be valami zenét. Sikerült bedugnom, úgyhogy most fölteszem a fejemre, de előtte még egy picit fölhangosítsuk, megnézzük. Hoppá! Nem rossz. Srácok, mindent összefoglalva, ez egy nem rossz füles. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy árérték arányban egy barom jó füles. Úgyhogy én bátran tudom ezt ajánlani mindenkinek. Mondom, ez engem nagyon megfogott. Tehát az, hogy... nekem az a baj egy csomószor, és azért mutogatom ezt mindig, mert nekem ez például abszolút mindig probléma, hogy folyamatosan eltörnek a füleseim. Hát ez azért nem fog egy hamar eltörni. De a hangzásáról csak, hogy mondjak valamit, brutál. Tényleg nagyon-nagyon jó, nagyon ott van. El tudom képzelni azt, hogy ez valóban egy nagyon hosszú távú füles lehet akár. Jó hangzása van, kényelmes, van egy prémium érzésed is egyébként, ami azért elég fontos szerintem, főleg ha már kiadsz érte ennyi pénzt, ami egyébként fülhallgatókban nem egy drágaság, tehát 18.990 forint ezért a fülesért én szerintem nem sok. Egyébként ennél jóval rosszabb fülesek vannak, jóval drágábban, úgyhogy én ezt egy abszolút jó vételnek tartom. Egy szomincás srácok, nézzétek meg, szerintem ez egy jó füles, érdemes lehet kipróbálni. Írjátok le kommentbe, hogyha nektek ilyenetek van, használjátok-e, jó, stb. Kíváncsi vagyok rá, hogy akinek mondjuk esetleg hosszú távon használja ezt a fülest, mi a véleménye róla, jó? Remélem, hogy tetszett ez a videó, nem sokára jövök majd egy legközelebbi videóba ismételten egy másik termékkel, de ez még legyen meglepetés. Addig is, ha még nem tetted volna meg és tetszik a videó, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, vagy nézz körbe és utána iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és hát találkozunk legközelebb egy live-ban vagy egy videóban. Én Jusu voltam, sziasztok!